A forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A műsor médiapartnere a Pécs Rádió. A műsor médiapartnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Zenei pályáját az általános iskolában zongora tanulással kezdte, majd egy Tommy Steele című film hatására kezdett el gitározni. 8. korában megnyerte a kerületi Ki mit tud döntőjét, mint gitáros énekes. Ezt követően jó néhány amatőr együttes következett, majd az első sikereket, az igazán nagy sikereket a Corvina együttessel érte el. 1979-ben megalapította a Kártágó magyar rock együttest. Ismertebb dalai a Valóság Rock, Hitvallás, Apáink útján, Requiem. A zenei világot két oldalról is megismerhette, hiszen évekig az egyik legnagyobb lemezkiadó vezető embere volt. A Lillás reggeli mai vendége a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Szigeti Ferenc, producer, gitáros, előadó művész, zeneszerző, a Kártágó együttes alapító tagja. Mondanám, hogy jó étvágyad, a reggelink még nem érkezett meg, de egészségedre is meg fog érkezni teljesen természetesen. Nos, hát így végignéztem rajtad, amikor megérkeztél, és azt mondtam, hogy magamban, hogy Szigeti Feri nem változott. Csak annyi van, hogy tegnap, amikor végignéztem az interneten fellelhető rólad megjelenő cikkeket, képeket, stb., megállapítottam, hogy nagyon jó formában tartod magad. Mennyit törődsz mostanában a test edzéssel? Nem akartam a testépítést mondani. Hát igen, komolyan veszem, már 13. éve járok teremkonditérembe, hetente háromszor. Ez pont egy hétfőszed a pénteket, ezt nagyon fontosnak tartom. Én minden kollégámat, barátomat, ismerő és rokon mindenkit arra inspirálok, hogy tessék elmenni valamit csinálni, különösen 50 fölött. 50 fölött azért fontos, mert szerintem a mozgás, az élet meghosszabbítja az életet, biztos vagyok benne. Én abban hiszek, hogy nem feltétlenül kell háromajtós szekrénynek lennem, és nem is az a célom. Elég a kettő. Hogy kettő is elég, igen. De szóval az a lényeg, hogy ember megerőltesse magát, tehát jó megizzadjon egy edzésen, az izzadás az mindig méregtelendés is egyben. Nem vagyok tudományos, nem vagyok annyi tudományos, de azért bizonyos dolgokat elsajátottam az évek során. Ma már biztonsággal mozgok ilyen konditermekben. Egyébként nem csak konditermekben járok, thaiboxolni is, tehát boxolok is hetenként kétszer. Ez meg egy ilyen másik típusú mozgás. Ugye a súlyzós edzés az ugye erősít, izmokat növel. A box meg egy ilyen, mondom azt mondom, egy kreatív, nagyon gyors, kicsit kardió jellegű mozgás, azért szeretem, mert még középiskolás koromban, sőt még egyetemista koromban is boxoltam. Most meg úgy közben eltelt ugye 30 év, akkor nem csináltam semmit, és ezt mikor újra elkezdtem 10-valány éve, akkor nagyon élveztem. Most a tájéboxoltam, mert rudóst is kell mondjuk. Igen. Én lábban nem vagyok annyira jó, de azért mindenesetre szeretem, és mondom, fontosnak tartom. Egyébként is életforma. A boxról egy picit lehet asszociálni arra, hogy jól állod az ütéseket. Igen. Értem a célzást. Nagyon rózsaszínnek tűnő kép a te zenei pályád és az egyéb pályád, de hát azért tudjuk, hogy abban hány pofon, hány ütés, hány rugás volt, amit azért nem könnyű földolgozni. Igen.
számomra fontos, hogy összefügg az előző témával, a pozitív hozzáállás a dolgokhoz. Szóval. Nyilván mindenki, téged kollégákat, mindenkit, engem is érnek negatív hatások, sikertelenségek, hullámvölgyek, amik nélkül igazából nem élet az élet, szóval minden, szóval hozzátartozik az ember életéhez és a sorsához, valamint a személyiségét is. Azt gondolom, hogy a sikertelenségnek meg kell nézni az okát, hogy miért van. Ha már megtalálja az ember az okát és megpróbálja megfejteni, akkor nyilván már könnyebb helyzetben onnan kijönni. És én nem is szoktam mondjuk publikálni, most divatos a Facebook, mit tudom, napi posztolásra, én nem szoktam naponta, de csak néha. De én negatív dolgok soha nem írok ki, nem is tartom fontosnak. Ha valami jól megy, sikeres, azt megírom. Ami nem jó, vagy nem működik, vagy rosszul sül el, azt meg kell magamban lenyelni, földolgozni. És, elemzed utána? És mindenképpen. Hogyne, persze. Hát nézem, hogy mi nem volt jó. Mit rontottam el, mi volt az, ami mellé ment, hol tértem az úttól, de meg gondolkozik rajta. Hát megjött. De jó, köszönjük szépen. Ez nagyon szép. Hűha. Köszönjük, hűha. Nagyon szép kultúrát reggeli. Ugye? Igen. Köszönjük szépen. Szóval ott tartottunk, hogy földolgozod, elemzed. Igen. Aztán megpróbál másképp csinálni. Igen, egyszerű. Melyik volt az a rész, amit a legnehezebb volt újrakezdeni? Ugye nagyon sokáig, 8-9 évig működött a Corvina zenekar, ugye Solt és Szerzsővel voltunk egy zenekarban. Az egy nagyon sikeres zenekar volt, 70-es évek, 1970-től 78 vagy 79 tavaszáig volt, és egyik napról a másik egyszerűen megszűnt. De miért? Ez egy, nyilván volt benne szakmai... Szakmai ellentét? Az végig volt, igen. Nem végig, de mondjuk az első pár évtől kezdve már igen. Nem személyes ellentét volt, a zenei ellentét volt. Ugye én a Corvinába korábban egy rockzenekarból kerültem. Hát a Corvina minden volt, csak nem rockzenekar. Igen. A Corvina egy popzenekar volt egyébként. Én nem bántam, mert amikor 1970. január 1-től datálódik az én jelenlétem a Corvinában, és január 3-án már Bihar Nagybőnbe utaztunk egy rettenetes lepukkat mikrobuszba, de nekem óriási élmény volt, mert a Corvina akkor már utazó, már professzionális zenekar volt, én meg amatőr zenekarban muzsikáltam korábban, 60-as években. Ha már így szóba került, akkor pont a napokban konstatáltam, hogy már lassan több mint 50 éve muzsikálok, hiszen 1966-ban jelent meg az első kislemezem angolatom, 66-ban igen. Úristen! Igen, egyik saját szerzeménye volt a Nyári Emlék a kislemezen, egy instrumentál, akkor nem énekeltek a zenekarok, utána kezdett az Illés először énekelni, magyar szövegű, instrumentális zenekarok voltak, és ilyen Shadows hangzású dalt írtam, a Nyári Emléket. A másik oldalán pedig egy Beatles számnak a feldolgozása volt, a Cry for a Shadows, az a címe annak a dalnak. Igen. Ez is instrumentális dolog volt. És a napokban egy bankos kollega vette észre, hogy rossz a szerző. Mert Lennon McCartney van a mi lemezünkön ráírva, mint szerző. És kiderítettük, hogy nem, az Harrison Lennon szerzemény, mert ugye gitáros Harrison igen, írta. Igen. És az annak idején ezt ilyen kis fricskának szánta a Beatles a Shadows zenekarnak. Ebből el sem tudtam, most tudtam meg 50 év múlva. Úgyhogy igen, 50 éve meg már előtt is muzsikáltam. Lényeg visszatérő a Corvinával, tehát a... Nem, bocsáss meg, itt most megállunk egy pillanatra. Hogy sikerült? Majd Corvinával folytatjuk. Hogy sikerült 66-ba egy lemez kiadni? Ez a Sigma zenekar volt. A Sigma zenekar már nagyon félprofi banda volt. Az egyetemi színpadon muzsikáltunk, ott próbáltunk, és aztán az egyetemi színpadon akkor nagyon nagy kulturális élet volt, nagyon, nagyon intenzív és színvonalas dolgokat csináltak, akkor ott színészkedett Jordán Tamás, Fodor Tamás, Hetényi Pál, Adam is olyan, amíg színész volt, szóval ott színészkedett, meg nagyon sok olyan ma már ismersőt van, aki nem is él ezekből a nagyon komoly művészekből. És mi ott voltunk zenekar az egyetemi színpadon, és néha adtunk saját koncertet is, még akkor nem volt saját szám, csak ilyen Beatles, Rolling Stones, Jurájhi, amiket játszottunk el a Sigmával, és akkor egyszer a Hungaroton kaptunk valaki látott minket ott a színpadon,
és azt mondta, hogy hát el tudnak képzelni egy kis lemezt a Sigma zenekarra, van-e valami saját számunk? Hát nem volt. Aztán kértem egy pár hét haladékot, és akkor megírtam ezt a nyári emléket, meg kitaláltam, hogy feldolgozzuk ezt a Beatles dalt. Így aztán még emlékszem rá a Rottenberg utcai stúdióba, egy ilyen négysávos magnóval vették fel ezt a lemezt. Egyszerre játszottuk végig, nem is lehetett megállni, nem volt vágás, mint ma már egy komputerre, bármikor. Igen. Hát el kellett játszani elejétől végig, kétszer, és ezt egyiket kiválasztottuk. És volt egy magnós néni, arra emlékszem, aki közben kötögetett ott, ilyen izével, egy pulóvért kötött, és mikor itt a zenérendő azt mondta, hogy állj, elrontottátok, akkor azt mondja, mi történt? Állj, ja, megnyomta a gombot, és akkor vissza, visszatekerte, és akkor megjön, hogy felvétel, mi? Felvétel, ja, felvétel, igen. És aztán közögedett tovább, édes pofa volt. Hát azt hittük, hogy ilyen egy stúdió, tehát az volt különben, csak hát ez még akkorai. És ez a Hungarotonnak volt a stúdiója. Igen, ott nem 1966-ban. 66-ban, igen. Őrület. Igen. Aztán érdekes, most csak előrulok egy mondatot, hogy később aztán a Hungarotonnak lettem a zenei producere, mint zenei rendező. Igen. Már az már 80-as évek végén, és akkor már én óriási MCA pultokon dolgoztam, szóval azért a fejlés... Volt minőségi ugrás. Volt, igen. Egyébként azt a fajta élményedet, ami ez az első lemezhez kötött, ennek a tanulságait, vagy ennek az egésznek az atmoszféráját használtad te később, mint zenei producer vagy rendező a Hungaroton tevékenységet kapcsán? Igen, jó kérdés ez, mert a zenérendezés az tulajdonképpen nem sokban különbözik mondjuk a filmrendezőtől. A zenérendezőnek, vagy most modern szóval a zenei producernek az a feladata, hogy ha lát egy tehetséges zenekart mondjuk, vagy tehetséges bandát, akkor és úgy érzi, hogy azok, amit csinálnak, az jó, és föl kell venni valamit a stúdióba, meg irányítani kell, akkor az a lényege a munkájának, hogy sinnen tartsa a produkció, tehát hogy a producer látja az utat, a sin. És a zenekar erre, vagy elfordul, vagy arra megy valami, akkor azt úgy visszateleget, és azt mondja, gyerekek, nektek van egy stílusotok, van egy énekesnek ilyen hangja, egy ilyen zenészet, van egyfajta egység ennek a produkciónak, azt próbálják abban tartani, hiszen attól tudunk érdekességet és különlegességet, egyediséget adni a produkciónak, hogyha ti ezt ebbe vagytok jók. Mindig azt szoktam mondani, hogy ne legyél nagyon jó ilyen zenében, meg olyan zenében, mert ne énekelj ezt, meg azt, meg azt, egyet valamit csinálj, amit csak te tudsz. Amitől kiválik Igen, ahova tudsz kiválni a többiből, hogy ha mindent tudsz, akkor menjél vendéglátóba muzsikálni, hogyha viszont valamit tudsz. Ez is egy mekkora mondás, ha mindent tudsz, menjél a vendéglátóba. Úristen! Na jó, most igen. De egyébként nagy tanulsága van ennek a mondatnak. Hát de ez majd még zárójel, aztán így van, igen. Szóval olyat kell produkálni, attól tud kiemelkedni egy művész, hogyha más csinál, ha elől megy, és ő valamit tud, amit csak ő tud, és akkor beazonosítják, hogy na, de milyen Feri, megismerjük számtalan, igen. Bármikor megszól a hangja, tudjuk, ő az jó, ehhez kell egy isteni adottság is persze, hogy valakinek ilyen tehetség legyen, de nagyon sok esetben előfordul, hogy valaki sok mint tudnék mesélni elő egy történet, de nem mesélni, mert egy kolléganővel történt, akit egyszer kivittem Bécsbe az én kiadomhoz, mert megkérte, hogy vigyem ki, és hogy mutasson be, hogy ő is. És én megtettem, kivittem, és hát... Tudtad, mi lesz az eredmény? Nem tetszett a pontos emiatt nem tetszett. Azt mondta, hogy nem elég eredeti. Mondta, hát akkor tucat volt gyakorlatilag. Kinti igazgató. Nekünk ott, itthon ma is tár az illető, meg ismert énekesnő, de ott nem tetszett, szóval. Akkor nem értettem el egyet, mert nyilván bennem, mint magyar ember, aki itthon él és ismerem az ő hangját, nekem egyedi, majd napig is, de ő azt mondta, hogy ilyen ma van egy tucat, és valószínűleg ő jobban ismerte a helyi, az osztrák piacot, igen. Szóval azért kérdeztem én ezt, hogy mennyire használtad fel az első élményedet, hiszen egy zenekar, egy fiatal zenész, és ugye találkoztunk nem is olyan rég a Cseh Tamás program kapcsán, akik tényleg a fiatal zenei tehetségeknek próbálnak segítséget adni, hogy klipet készíthessenek, ismertebbek legyenek, stb. És akkor ugye abban a részben, amiben te is benn voltál, ahol az ismert sztárok a saját történeteiket mondják el. Érdekes tudod, hogy amikor egy zenész, hogy oda kell mennem egy kiadóhoz, megvárjam, hogy fölkérjenek.
hogyan jelentkezhetek, hogyan fognak fogadni, mik azok az elvek, amik alapján lépnem kell. Ha túl erőszakos vagyok, az se jó. Ha nem vagyok erőszakos, akkor ki a franc vesz észre egyáltalán. Tehát ezek annyira összetett kérdések, igen. És azért a zenészek valahol, mint művészemberek. Tehát kevesen vannak olyanok, akik üzletemberekké tudnak válni, mint te. Vagy van egy másfajta affinitásuk, vagy más gondolkodásmódjuk, végzettségük. Ez azt mondom, hogy 1000-ből egy, aki másfelé is megáll. Hát azért nézd meg az énekeseink, akik veled együtt keszek, a nagy énekesek sokaságát. Hát abból a 3 számból él, amit annak idején a Hungaroton megcsinált velük, igen. És vagy boldogok, vagy boldogtalanok, igen. Vagy alkoholisták a végén. Hát nagyon összetett dolgot mondtál, igen, és nagyon igazad van ebben, és nagyon, nagyon sok olyan alap van benne, amit egyenként is tudnak. Megérne egy-egy órát, igen. Időt elvenne, de mondjuk például ugye megütött egy rész a filmet, ami a erőszakosság kérdése, ami számomra mindig egy érdekes dolog, mert miközben én azt szoktam mondani a zenekaraimnak, hogy igen, tessék nyomulni. Tehát aki nem nyomul, az valószínűleg elmarad, mert másik uh-huh. nyomul helyette. Szóval van egy egészséges konkurencia, nyilván minden zenekar a legjobb akar lenni, és minden zenekar meg előadó magának szeretne a legtöbb eredmény, sikert, pénzt bekönyvelni. Az semmiképpen nem egészséges, valaki otthonul és várja a sültgalambot. Tehát én, mint Hungarton, Polygram és Universal a világ legnagyobb kiadója, ugye, ennek a Magyarország részlegének volt a művészeti igazgató. Nagyon sok olyan produkcióval találkoztam, meg előadókkal, akik hogy mondjam, azt hitték, hogy most mit tudom, szerepeltek a valamelyik X-faktorról, amelyik ilyen tévéműsorban, attól megoldott az életük, holott egyáltalán nem. Ugye énekelni nagyon sokan tudnak. Nagyon jól énekelnek és most. És jó énekelnek, nagyon sokan jó énekelnek, nagyon sok, igen, sok jó zenész van, sok énekes van, stb. A titok szerintem mindig a dalban van, a szerzeményben. Viszont zeneszerző, szövegíró meg nagyon kevés. És jó zeneszerző, jó szövegíró még kevesebb. Na most ugye, amikor egy énekes megnyeri egy ilyen, mondjuk így durván fogalmaz, egy karaoke versenyről beszélünk, ami egy mondjuk egy tévés, televíziós tehetségkutatásról beszélünk, mert le lehet énekel nagyon jól Máté Pétert, Kondzsát, Kovács Katit, külföldi előadókat, mindent el lehet énekel nagyon szépen és nagyon jól. Mitől lesz ő magam az egyéniség, tudnék mondani neveket, hogy ki mindenki járt nálam az elmúlt 15 év, mióta ez a műsor megy, és hogy micsoda küszködést láttam nagyon sokszor. Bejöttek ezek az előadók hozzám, és hogy hát, hogy én csinálok valamit. Én azt mondtam a gyerekek, én kiadó igazgató vagyok, nekem nem az a dolgom. Az én dolgom, hogy mondja a hardware része, hogy szemléletesen mutassam a dolgokat, a szoftver részét nektek kell megcsinálni. Tehát nektek kell kitalálni, nektek kell megszerezni. Ideértve az, hogy kell egy dal, kell szöveg, neked azt magadévá kell tenni, el kell tudni énekelni úgy, hogy ad, mintha te lennél, és amikor már megismeri az ország ezt a dalt és ezt a szöveget és a te énekeded, akkor elkezdesz majd fellépni, meg dolgozni, akkor megismerik a munkásságodat. És azt kell mondjam, hogy mondok egy hasszámot, 20 ilyen előadóból talán 2, aki meg tudjuk keresedni később, és ezeket most mindannyian el tudjuk mondani, hogy kik ezek, nem maguk neveket mondani, de tudjuk, akik ugye, és nem feltétlenül ők nyerték meg, hanem az ügyesen szépen fölépítették magukat. Szóval visszatérve a kérdésre, a produkciós munka és a producernek az a dolga, hogy próbálj meg összerakni, alá segíteni a művész alá, de helyette nem tudja kitalálni, és nem tudja megoldani azt, hogyha a művész nem akar, vagy lusta, vagy várja a sürgalmat, akkor nem, neki is ugyanúgy tenni kell a sikerért. Hányan halagudtak meg ez alatt az idő alatt rád, barátaid közül, kollégáid közül, akik nem kapták meg azt a lehetőséget, és vetették a szemedre azt, hogy bezzek, hát te is ugyanolyan a mi kutyán kölke vagy, és te is végigjártad ezt, és most, hogy ott van a lehetőség, akkor te miért nem segítesz nekünk? Mert gondolom, ebből azért volt konfliktus. Igen. Szóval, igen. Aki beül egy ilyen székbe, mint ahogy én beültem a kiadóigazgatói székbe, annak ezzel számolni kell, hogy ez benne van a pakliban.
Nem, tudok mondani példákat, nem beszélj minél vagyok, mondjuk Bergendi Pista. Hungaroton igazgatójaként bejött hozzám a Pista, akit nagyon tisztek és nagyon szeretek, és elővezetett egy tánclemezt, 93-94 talán, nem, évszámokkal baj vagyok. Ez a Táncolnék veled című? Melyik? Az Én táncolnék veled című lemez? Hát illa nem emlékszem már, hogy mi volt a címe, de valami tánclemez volt, tehát foxtrot, tangó, igen, ez az volt, igen. És akkor én azt mondtam neki, hogy Pista, most 93-ban, nem tudom, majdnem 2000 volt már, és szerintem már később volt, igen. Ki a fene kíváncsi most ilyen foxtrotra, meg mit tudja, ilyesmire, szerintem ezt nem tudjuk eladni. És akkor a Pista így nézett, meg volt ütődve, hogy hát, hogy most, és akkor nem adja ki a Hungaroton? Hát mondom, nem. Most itt a Hungaroton kérdeztem, mondom, igen. Hát én most igazgató, a kiadőigazgatója, igen. Uh-huh. És akkor kicsit úgy dadogjuk ideges a Pista, és azt mondja, és nem fog megjelen lemezre? Hát mondom, nálunk nem, Pista, millió kiadóval működik itt ottam, ott van egy csomó másik kiadó, próbálkozni máshol. Nem. És hát én tudom, hogy borzasztóan megsértődött, és évekig nem is köszönt nekem. Én mindig, ha láttam, találkozom, én mondtam, hogy szia Pista, még én meg volt sértve. Bármire sajnálom, szóval tényleg most, ha ő egyszer ezt a műsort megnézze, akkor azt kell mondja, hogy nagyon szeretném, nagyon tisztelem a munkásságát, és egy hatalmas arc ebbe az egész magyar könyvzene szakmába, óriási múlttal. Akkor pont ezt a lemezt én nem találtam. Ugye én lojális vagyok, amíg ott dolgozok egy cégnél, nekem a céget kell képviselni, azt kell néznem, hogy a cég nyereséges legyen, hogy eladjuk, ez egy üzleti vállalkozásnak, kevésbé művészi, inkább üzleti is. Persze művészeti szempontokat figyelni, mivel el kell adni a lemezeket egész egyszerről szó, és hogyha úgy gondoltam, hogy úgy értem meg, hogy azt a lemezt éppen nem lehetok eladni, akkor meg kellett mondjam a művész szemébe, és bizony, hogy néha nem volt könnyű. Azt elhiszem. Hogyha a saját... Most visszatérünk, ugye a Korvinától indultunk, csak közben egy kicsit elkalatoztunk erre, de hát ezek a dolgok mind összefüggnek egymással. Tehát, hogyha a mai agyaddal nézed, vagy a Hungarotonos, meg a univerzáros kiadói, művészeti igazgatói agyaddal nézed, akkor melyik volt a zenekarid közül a legeladhatóbb termék? Mert ugye volt a Korvina, amiben belecsöppentél. Az én produkcióim közül? Igen. Ja? Tehát, hogyha ha kívülről nézed akár a Kártágót, akár a Korvinát, vagy előtte a Szigmát, vagy igen, zenei formációkat, amikben te részt vettél, mindenképpen a Kártágó. Mindenképpen. Uh-huh. Igen. Mitől lett más? Érdekes még egy, kapcsolódik az előző témához, hogy én is beleütköztem ilyenbe, amikor a Kártágot először elkezdtem vinni a Hungarotonba, ugye akkor nem volt más, 79-80-ban. Nem volt egyértelmű a fogadtatása. Egyetlen szerencség volt akkor, hogy akkor került oda ilyen szerkesztőnek, a Bilipe Timre, akkor egy fiatal szerkesztő volt, és ő látott fantáziát a zenekarban, mint ahogy például Erdős Péter nem. Uh-huh. Sőt, voltak ugye problémánk is a névvel, ezt már egy párszor elmeséltem, de nagyon érdekes, hogy elmondom ebben a műsorban is neked, hogy ugye maga a Kártágó neve úgy volt akkor a Vilpert, hogy akkor még új volt, és mindent még neki meg kell beszélni az Erdős doktorral. Erdős doktor, aki nem tudja, ő volt ugye a Totum Factum akkor a hanglemezgyárban, nagyon sokan tudják még. És először elé került, hogy Kártágó zenekar itt Szigeti Feri csinálta új bandát a Korvinával, és mit tudom, egy rock banda. És akkor behívott az Erdős, és azt mondta, hogy akkor van valami mutatni való, és beraktam neki 2-3 számot, hogy én demóltam, hogy fölvettünk. Uh-huh. Akkor az úgy mondta, hogy a legendás Racsolt a Péter, és mondta, hogy hát egész jó ez Szigeti, azt mondja, egész jó, de mi a neve? Hát mondom, Kártágó. Kártágó, ez nem jó név. Mondom, rémülten, megállt benne az üzem, miért? Hát azt mondja, nem, jó, figyelj, azt mondja, van nekem egy sokkal jobb neve, egy ilyen rockzenekarra. Igen. Kihúzott egy fiúkot, belenézett, emlékszem mozdulatára, visszacsukta, azt mondja, figyelj, hallgass meg, Quicks, Crocs. Hát én majdnem így, de nem nevethettem, ott ültem, azt hittem, hogy ott hirtelen összecsinálom, ahol értem be. És nézett rám, mint egy győztes, hogy na ugye? Quicks, Crocs, érzed? Erő, igen. Rokkos, K, X, igen. Minden igen. Benne a fiam. Ez lesz a nevetek.
Hát én is tudom, hogy jöttem, hogy jöttem ki irodából. Igen, el tudom képzelni. Nem tudod, nem tudod. Hazamentem, és össze voltam omulva teljesen, kriksz-kroksz, tehát azt hittem, hogy nem, mindegy. Igen. És akkor elkezdtem úgy gondolkodni, hogy most mit csináljak, ebből hogy jöttem kimászni. A zenekarnak el sem mertem mondani. Hát nem csodálom. Nem is mondtam nekik. Magamat rákcsáltam hetekig, hogy kriksz-kroksz leszünk, hát de. És akkor hát egy nem túl tisztességes, de egy nagy blöfhöz folyamodtam. Nem mentem sokáig a lemezgyárba, megcsináltuk egy teljes lemez, amikor 16-17 számot elpróbáltunk, fölvettünk egy demo szinten, bevittem az Imrének, meghallgattam, tetszett, és végül ugye el kellett mennem az Erdős doktorhoz is. Bementem hozzá, és megmutattam neki egy 3-4 számot, mondta, na, jó ez, Feri, nagyon jó. És akkor a végén, mint egy ilyen mellékesként azt mondta neki, és akkor Péter, akkor maradhat az a név volt, mondtuk, megbeszéltünk? Azt mondja, melyik volt az? Hát mondta, tudod, a Kártágó. Ja? Jó, menjen. Jó, gondolom leizadtál közben. Nem volt, ez egyetlen lehetséges mód volt, hogy valaki kimásztak ebből a kriksz-krosszból. Egyébként ezt abszolút értem. Nem sok zenekarban játszottam, vagy énekeltem, de nekünk is volt egy ilyen formáció, ami összeállt, és egy vízilabdás srác, aki egy nagyon jó menű válogatott vízilabdás volt, az lett volna a producer. És rendesen castingot csinált, énekesnőt keresett, zongoristát keresett, mindent az ég adta a világon. És akkor közölte a zenekarnak a nevét, amikor már megvoltunk. Na most úgy képzeld el, Dorozsmai Peti volt benne a dobos. Tehát, és akkor az ex-férjem a Karcsi a zongorista, én az énekes, nem is tudom már ki volt még benne, lényeg az, hogy azt mondta, hogy az lesz a nevünk, hogy Tip Top Pop Show. És ezt jutott az eszembe. Nagyon adekvált példa, hogy abszolút idején, igen, Tip Top Pop Show. És akkor ott ültünk, és így néztünk egymásra. Ennyi. Úgyhogy a zenekarból nem lett semmi, azt gondolom, hogy mit, hogy kétszer vagy háromszor próbáltunk, és a zene is olyan kellett volna, hogy legyen. Tudod, mert van, hogy összeállít valaki egy bandát, és marha jó lesz. Jó sikerül, tehát a fiúgárdák így jártak össze, igen. A Shy Guys, meg nem tudom, hogy valaki megállvatta, összerakta, igen. Profi módon, stb. Ez is így, és működőképes lett, igen. Na, ez is így indult, csak aztán egyikünknek a zenei világával se egyezett az egész történet. Úgyhogy ez a kriksz-rokszról ez jutott az eszembe. De a Tip-top-pop sose hozzá. Vetekednek egymással, látod, vetekednek egymással. Hát így úsznak el a világ nagy nevei, és igen. Megmarad a Kártágó. Igen. Egyébként a Kártágónak az úgy, most a névre visszatérőleg, ugye, hogy ez nektek azért szimbolikus jelentősége van, és nem biztos, hogy mindenki tudja a történeteket, azért a ti ötösötök, az 30 éve nem változott. 37. 37. 37. éve. Az igen. Igen. Nem volt. De ti vagytok az egyetlen, aki semmilyen változás. Még Európában nincs ilyen. Most akkor meg utána néztem, nincs ilyen. Rolling Stonesnál is millió változás volt. Scorpions most itt volt, éppen múlt héten láttam, nem? Nem is tudok, Omega-nál is csak volt a tagcserék. Van egy Passió nevű internetes ilyen zenei magazin. Azt írta rólunk egy hónapja talán, föl is raktam a mi oldalon, akik kimásoltam azt a részt, azt írta rólunk, hogy a Kártágónál ez egy fantasztikus dolog, hogy a zenekar tagjai 37 éve együtt muzsikálnak. Képzeljünk el, hogy ha meg tudnánk nézni ma egy 79-es Erdát például, vagy egy 80-as P-mobilt, vagy egy 80-es Jurái Hippet, nem lehet. Igen. Nem lehet, már nincs, ugye ezek az emberek, akkor már egész másképp játszanak, más emberekkel, máshogy. Csak a Kártágó maradt, én úgy fogalmaz, hogy ilyen bölény, ősbölény, vagy mamut, akik ugye még mindig együtt muzsikálnak, 37 éve, és még azt is írta, hogy, és nem mit tudom, fáradt öreg emberek, hanem tetrekész, életteljes, ambiciós emberek, srácok muzsikálnak erővel a színpadon. És ami még azt gondolom, hogy a mai nap példaértékű, nem csak, hogy együtt maradtatok, hanem
öt annyira különböző emberről van szó. Igen. Különböző nézetű, látásmódú, vallású, elgondolású, és még azt gondolom, hogy zeneileg sem 100%-osan egyező, és ebből jött mégis létre valami hihetetlenül. Na most ez minek köszönhető? A toleranciátoknak, vagy nem beszél? Mikor elmegyünk hajózni egy hétre a tengerre, és ki tudjuk azt az egy hetet szakítani, ott is van vita. Jobbikos, ballikos, minden, amit el lehet képzelni. Igen. És egy mondat politikát nem beszélünk, mert azt mondjuk, hogy mi nagyon szeretjük egymást, jól vitorlázunk együtt, és ne tegyük tönkre a hetünket azzal, hogy nekiállunk ideológiák mentén vitákat kreálni. Ti hogy oldottátok meg így a 37 évet, hogy aztán tényleg barátok is vagytok, jó kollégák vagytok, zenésztársak vagytok, és közben másak vagytok, mert ez egy példa lehet az emberek felé, mert mindenki már mindenkivel összevész. Igen. Ehhez kellnek először azok az emberek, akik a Kártágot alkotják. Szóval sokan mondják, hogy persze a Szigeti Feri jól tartja össze a bandát. Nyilván ebben is van valami. Én alapvetően valami demokratikus ember vagyok, és nem szoktam ráerőszakolni dolgokat, olyan dolgokat a zenekar, amiket esetleg nem akarnak. Minden fontosabb döntést megbeszélek a zenekar előre. Ők persze mindig rám adják, hogy jó felékem, akkor dönts, de aztán majd jó lesz, ahogy csinálod. Most már 37 évre van tapasztalatuk, hogy általában viszonylag jól szoktam dönteni, lekopogom. Eddig mindig sikerült. Viszont az emberek kellnek hozzá, azok a zenészek, akik egyébként, ahogy említetted, valóban öt ember, öt különböző politika nézetű, világnézetű, vallású, teljesen különbözőek vagyunk, még zenei irányzatokban sem vagyunk egyformák. De ezt mi tudjuk. Mi ezt tudjuk egymásról, hogy ki milyen, senki nem akar másikat megtéríteni, meggyőzni, stb. Most sokat próbálunk most, mert indul a nyári turnénk, és nagyon sok előadásunk lesz a nyáron. Valamitől nagyon bekattant a Kártágó. Most nem akarok dicsekérni, mert nem azért jöttem, de nem boldog. Tehát, ha van valami jó, akkor végre azt is halljuk. Igen, azt látom, hogy minden nap, most az január-február hónapokban minden nap, három telefon minimum kapok, hogy itt kéne, ott kéne, ide kéne a Kártágónak. Szóval úgy látom, hogy van egy szakma és egy közönség hitele. Pont azért, mert ez a zenekar együtt maradt, azért, mert a zenekar népszerű és szeretik, és sok ezre jönnek minden koncertünk a teltházban szinte. Visszatérve a kérdésre, hogy miből is indultunk. Hát itt a toleranciából, hogy együtt tudtatok maradni. Igen, megtanultuk egymást tolerálni, ez nagyon fontos. Miről beszéltek útközben? Elindultok? Mindenről. Alig várom, hogy bejönjünk a buszba, de mindenki. Aha. Elindulunk valahol, van egy nagy, mindegy nagy buszunk, a márkát mondom, kimondtam, nem akarom, egy nagy buszunk, és együtt vagyunk a technikusokkal, és ők is imádják, hát ez meg van a padulva, hogy mikor menjünk már valahova. Beülünk, és attól kezdve röhögés. És nálunk a humor nagyon sokat számít, egyik kulcs szó a humor, mert el tudjuk röhögni a végén. Hagyjuk magunkat elvinni erre amarra, meg mondjuk a Tamás, aki ugye hídgyülekezett, és nyilván sem mondta, hogy elkezd mondani a Bibliából, akkor mi nagyon röhögünk rajta, és akkor most mit röhögtök ezt? Ezt most tanultam éppen. Na mindegy, szóval akkor jó, persze, akkor mesélj, de hallgatjuk. Mondja. És Tamás nagyon jól ért hozzá, mert bele mélyed nagyon a Bibliába, hisz benne és szeret, és meghagyjuk ebből a tudatba, hát persze, szeresse. Én nem, nekem más a véleményem erről, meg másnak is más a véleményem erről. Csak az Zénó megjön a számisztikájával, az ezoterikus. A számisztika, ami már eleve ugye egymással teljes ellentétesek a számisztika és a vallás. Aztán ugye van nálunk ilyen baloldali, jobboldali politika, mindenről tudunk beszélni egyébként. Látod, mondom, hogy milyen hülyeség történt az elmúlt napokban, és akkor tudom, az egyik azt mondja, hát igen, pedig arra szavaztam, de nem volt igazam. Mert mindezt dúmálunk sokat, rengeteg beszélgetünk, és soha nem beszélünk össze, tudjuk, hol van a határ. Meddig lehet elmenni, és azt nem lépjük túl. Inkább elrőgjük, mert jó van, akkor okos, hagyjuk, szavazt. És akkor csönd van, akkor kicsit csönd van, aztán meg újra kezdjük, dumálunk. És egyébként maga a koncert, az meg egy katartikus élmény, még mindig. Szóval minden egyes koncertünk. Számomra legalábbis, de aztán úgy látom a többieknek is, egy élmény. Azt szoktam mondani, mikor kérdezik, jön a megrendelés, hogy mennyire bekerül a zenekar. Elmondom az állat, hogy jó, ilyen sok. Mindig azt mondom, igen, mondom, sok, mert ez nem a kiskutya zenekar, de a Kártágról beszélgetünk. És akkor mondom nem neki, a Krix-Krax. Nem a Krix-Krax, igen. És akkor azt szoktam mondani, hogy
hogy egyébként nem mi a koncertet ingyen játszunk, mert nagyon szeretünk játszani. Tehát mi nem kérünk pénzt a fellépésre, mert ezt imádunk, örülünk, hogy zenéjeltünk együtt, hogy látjuk egymást a színpadon, hogy összerülünk. Nekünk azt kell, hogy oda megyünk az időnket, hogy beülünk az autóba délben 12-kor, és másra éjfélkor szállunk ki, mert ugye elmentünk Nyíregyháza, Debrecenbe, Győrbe, Szegedre, vagy Erdélybe, Szlovákiába. Az az idő a maga a koncert ingyenban, mert azt mi is talán szeretjük, és ez tényleg így van. Egy-egy alkalommal, ez most tavaly előtt volt, most már igen, egyszer bejött két lány az öltözőbe, és buli után, és akkor azt mondja, az egyik beszélgettem, autogramot írtam, és közül szeretek dumálni fiatalokkal különösen, mert nem csak a lányokkal, mindegy, szóval de azokkal különösen. És akkor azt mondja az egyik lány, hogy te Feri, szóval annyira lelkesen voltatok a színpadon, szóval, mint hogyha itt, most itt akarátok befutni. És akkor az volt, akkor ez megragadt a kis fejembe, hogy ez tulajdonképpen ez nagyon így van. Hogy én tudom, hogy mindenhol, akárhol játszom, minden ott akarunk befutni abban a pillanatban, ahol vagyunk. Azt a közönséget kell. Amik ott van, azt kell megkódítanunk, és ezt tudom pontosan, biztos az összes többi tagról is a zenekarban, hogy mindig mindenki a legjobbat adja. Izgultok egyébként fellépés előtt? Én mindig. Többiek talán kevésbé. Én azért szoktam izgulni, mert a legtöbbet én rontom a zenekarba. Egyrészt, hogy én vagyok a szólógitáros, rengeteg húr, meg a sok bunt, meg mit tudom én, összekavarodnak a dolgok. De most a viccet félretéve, nekem nagyon sok minden kavarog a fejemben, egy koncert, figyelni kell, hogy vetítés jól indul le, mikor jön a pirotechnika, hol van, mit kell csinálni, ott van-e minden, ahol kell. Rengeteg minden gondolkozom, néha rontok, de nálunk sosincs veszekedés ebből. Én nagyon sokszor láttam más zenekart buli után, ökörre menő vízi, hogy mit csinálta ott, mit fogtál ott, hogy nem, hát elrontott az egészet. Meg egy jót rögünk. Mikor egyszer Gidó rontott valamit, akkor halálosan nagyokat rögtünk a színpadon, és szóval mi ezen már nevetünk, nem is vesz észre a közönség különben ezeket a rontásokat, mert a Cartago egy professzionális zenekar. Hát 6000 koncert körülbelül, ami mögöttünk van az elmúlt 37 év alatt. És nagyon keveset koncerteztek. Most már igen. Hát mert azért nem nagyon sok, években, nagyon erősen válogatsz, hogy igen, hol mentek. Igen, nem, már nem válogok el mindent, de hát a 80-as évben volt, mikor 320-300 bulunk egy évben. Én mind élő bulik, akkor mi jártunk kis kultúrházakban, kis tucsal, hát heteket töltöttünk mondjuk Szabolcs-Szatmár megyébe, vagy a Viharsarokban, ugye ott kis kultúrházakban, ott laktunk Nyíregyháza Soston, a Krúdiban, és onnan két hétig kijártuk minden nap valamire a nyírségbe. Azért jó fárasztó történet. Igen. Imádtuk, szerettük. Csodálatos időszakot, komolyan mondom, mert ezt nagyon szeretjük. És mai napig is, mert mindig emlékezünk ott a történtekre. Jó, akkor voltunk 20-30 évesek, nagyon fiatalok voltunk, nagyon vadak voltunk, és nem kíméltük a lányokat. Ilyenek voltunk. Ilyenek voltunk, igen. Hát ez az, igen. Az emberek a múltjával együtt kell tudni élni, és a szép dolgokra nagyon nagy boldogsággal visszaemlékezni, mert megadatott. Így van, mi már ezen túl vagyunk, igen. Jó, hányan mondják, hogy mit szalasztottam el? Hát legalább ti azt mondjátok, hogy nem szalasztottam, de nagyon vigyázzunk, hogy ne szalasztunk el semmi lehetőséget, akkor igen. Hát a rockzenészek, tudod, mindig van egy múltkor láttam az interneten, nagyon jobb a karikatúrát, hogy egy focista kérdezi az ágyba a nőjét, hogy azt mondja, milyen, azt mondja, drága, nem voltam az ágyba? Azt mondja a lány, hogy meg se közelítesz a zenészt. Na jó, hát most csak idézőjelben mondtam. Na jó, ezt tőled elfogadjuk magyarázatként. Köszönöm. Mindenre az ég adta a világom. Amikor egy zenész, egy színész elhatároz, hogy arra a pályára megy, akkor természetesen a sikert, a csillogást, a hírnevet látja, és nem lát a dolgok mögé. Neked volt ilyen, bármikor olyan fajta gondolatod, most így visszatekintve mondod, hogy marha jó volt, meg persze, hogy jó volt, de hát azért ugye a négysávos Magdú, a kötögetős nénivel, a háttérben, meg minden, meg a ciki helyek, meg a konyhában öltözünk föl, és vesszük föl a gyönyörű, megvart kézzel, megvart jelmezeket, díszleteket, ráadásul nagyon odafigyeltetek arra, hogy a megjelenés az olyan legyen, hogy wow, megkökkentse az embereket, tehát a külcsínyre is nagyon adtatok. Igen.
És akkor persze teljesen természetes, hogy méltatlan helyek is adódtak. Igen. Hát, és nem a ti hibátokból, és nem a falu hibájából, de én emlékszem, hogy nekünk is volt olyan, elmentünk Csehszlovákiába, egy művelődési házba, nem hogy fűtés nem volt, hanem a WC a házon kívül kim volt az udvaron. Tehát azért mondom, labor. És igen, vödörlabor, tehát amit elég, minden, tehát mindenre föl kellett készülni, és igen. Azt a közönséget is ki kellett igen. Szolgálni. A közönség nem tudja, mi történik hátul. Tehát az nem is tartozik rájuk, igen. Nekünk nincs menedzserünk, nem is volt, vagyis egyszer volt egy-két hónapig. Jó, de hát te ott voltál menedzsernek. Én magam csinálom 37 éve, valakinek eszebe jött Karcsagon, hogy Kártalkoncok, a Szigeti Ferit fölhívja nyilván. Ez már így működik, de ez nem baj. Egyszer próbálkoztam egy fiatal srácon, ügyes volt, de nem jött be, mert ő kilépett az irodából, ahol elment tárgyalni, utána csörögött a telefon, tehát Feri, ez ki a franc volt, és most hogy van, tényleg úgy van, vagy nem jöttök? Na, szóval, amit te mesélsz, az nagyon valósághű. Most már egy utóbbi, mondhatnám, hogy 10-12 évben, vagy 15 évben, már valamelyet professzionalizódott, már komolyabb, most már Ridert kérnek, cateringet adnak, szóval lehet bizonyos igényekkel fölépett ezen, akkor nem mindenki nyilván, de a nagyobb bandák már elvárható, hogy valamilyen tiszteleted magadnak, hogy egy zenekar megérkezik. De ez nem a tisztelettől volt, hanem a helyi viszonyoktól. Hát, igen, ilyen volt. Ez mert hoztak ők mindent, igen, csak attól még nem tudtak egy öltözőt adni. Millió hideg, fűtetlen öltözőbe öltöztünk mi is, igen. Függöny mögött. Ez egy másik műsor, három ilyet megcsinálni történet, hogy mi mindenen mentünk keresztül a 70-es, 80-as években. Arról nem beszélve, hogy például én személyesen a két zenekarom, a Korinál és a Kártágóval összesen 8-szor voltam a Szovjetunióban a turnén, 2-3 hónapig. Az megint egy milyen sok... volt akkor? Mert most egyszer beszélgettem erről a Benkő Lacival, és hát csodákat zengett. Tehát azért mondom, a végleteket tudtam. Ők nem voltak olyan helyeken, mint mi. Én tudom, mert na, milyen helyeken jártatok? Hát figyelj, legalábbis én a két zenekarommal, gyakorlatilag szóval össze, én mi voltunk Csernobylben is játszottunk, akkor nem volt a, szóval még a robbanás előtt Csernobylben, de Murmanszban, mi voltunk fönn, a Murmansz az legészaki pontja Szovjetuniónak, hogy az északi sarkörön túl van. Ott fél évig nem megy le a nap, és aztán fél évig nem jön föl. És fából vannak járdák az utcán, nem értem manénből, miért, és barom ideg volt, és onnan oda mentünk a karakumi sivatagból, Dusan, Asabádból mentünk föl, Moszkva, és utána két napig repültünk, és ott fürdőgatyában voltunk a sivatagban, valami Murmanszban, vagy most hol, Cegnográdban, és onnan utána meg téli kabátot kellett vennünk a Murmanszban, mert ott mínusz 14 fok volt, meg még talán több is. És hát Ukrajnát bejártuk nagyon sokszor, aztán az Ural környékét, mi az összes ma már független államokban mi jártunk, Azerbajdzsánban, Kirgiziában, a földközi tenger, a Kaszpi-tenger környékébe jártunk, elmentünk a távol-keletre, és rendkívül érdekes helyeken voltunk. És ez azért jó, mert egy teljesen más világot sikerült megismerni. Mennyi időtök volt körülnézni? Sok. Hát sok. Ugye mi 2,5 nap alatt esténként volt a koncertek, sokat utaztunk, általában belföldi repülőjárat mentünk, ami hát... szóval, az is tudnék a kecske is rajta volt a repülőn. Kecske, tyúk, liba, megértünk kb. 2 kényszerleszállást, egy félkerékre szállást, egy zuhanóbombázást Taskent fölött, azt sose felejtem el, egy TUSZ-54-essel repültünk, és közölt a pilóta, Taskentbe mentünk, és közölt a pilóta, hogy Taskent fölött vihar van, de nem tudunk már máshova tovább, nem tudunk tovább menni, mert nincs annyi üzemanyagunk, tehát mindenképpen le fogunk szállni. Egy kicsit zökkenős lesz, úgyhogy mindenki kösse be magát, és készüljünk fel a legrosszabbakra. És akkor ugye a leszállás úgy történt, hogy nem úgy, mint hogy itt vagyunk, mint a város, és jön a repülő, szép lassan, hogy elejeszkedik a repülő. Nem, ő azt választotta, meg az, hogy bement a város fölé, hát csak megdöntött a gépet, és majdnem függőben, így mentünk lefelé. Minden lezuhant, a csirkék kotkodácsoltak, a tyúkok, kecskék, minden, a mi ládáink összeszaladtak ott, mert a folyoson álltak a mély nyomóink, meg a hangfalak. Borzalmas mi volt, és akkor utolsó pillanatban így, mikor így le, át, körbe csapottak a villámok,
remegett az egész gép, aztán ott halunk meg, és akkor végig így lecsapta a gép, így pattogtunk. Mondom, én most itt kiszállok, és soha többet nem ülök repülőre. Én innen nem, csak maradtam meg tovább, szóval borzalmas pillanatot. Hát ez csak egy picike kis rész vannak, amiket mi átérünk. Ezeket az Interkoncert szerezte? Igen. Hát itt a Interkoncert, ott meg kint a Ghost Concert, úgy hívták én a kinti partnert. Hogy sikerült ezt kiépíteni? Mert azért nem minden zenekar utazhatott, vagy utazott. És mitől titeket választottak? Nem csak, sokan volt, sok zenekar járt kint, meg szólisták, ősen, ugye Kós Jani, Kózal, hát baromi egyszerű. Megbízható zenekar voltunk, és most nem a szó politikai értelmében voltunk megbízható, mert tudták, hogy a Szigeti Fél megbeszélnek, akkor az úgy van. Uh-huh. Tehát akkor ott lesz a zenekar, időben nem késik el, nem részegednek le. Nem részegednek le, megcsinálják a koncertet, sikert csinálnak, és normálisan megcsinálják a turnét úgy, ahogy elvárható lenne. És mikor itt kétszer-háromszor ugye kaptunk megbízást, utána azt mondták, hogy hát akkor inkább velük dolgozunk, mondok egy másikat, de nem mondom őket. Uh-huh. Akinek vezetőjét nem szívesen látták a irodákban, mert mindig balézott meg, rájuk bolt az asztalt, hanem ők mentek. Én mindig türelmes úton kivártam, azt mondták, hogy gyerekem, most nincs buli, akkor lesz más. De hát én be tudtam menni, normális, tudtam köszönni, udvaros volt, meg tudták, hogyha aláírok egy szerződést, biztos be lehet tartva, de ha megbeszélek, akkor is be lesz tartva. Ez egy hiteles szakmában is, erre nagyon vigyázok, és az egész Kartágóra azért vigyázok annyira, hogy nem megyek el mindenféle oldalra, irányba, se politikában, semmiben. Próbálom a zenekart teljesen politikamentesen tartani kifelé. Miközben még belül mindent, mi tudjuk, hogy mit gondolunk a másikról, mit gondolunk a napi politikáról, de ezt nagyon nem akarjuk publikálni. Én azok közé tartozom. 37 év alatt volt bőven, ami lehetett volna ütközni. Igen. Van rengeteg dolog. Hát, ha még csak egy percet megengedsz, volt egy olyan esetünk Szovjetunióban. A 8 alkalommal mindig, minden 8 alkalommal egy Zoltán Jussi nevű kárpátaljai fő volt a helyi turnévezetőnk, aki magyarul beszélt, de ő vitt minket, mindig ő volt a menedzser. Egy alkalommal, amikor vonattal érkeztünk ki Ungvára, akkor közvetlenül, hogy most a Zoltán Jussi nem ér rá, helyette egy kolléga jön a Ghost Concerttől, aki ugyan nem beszél magyarul, de mindent el fog intézni, ahogy kell. És mi utaztunk vele, mentünk az első két hétben, mindent elintézett. És akkor egy alkalommal vonatoztunk Kijevbe, vagy valahova mentünk, és ültünk a kusetbe, a vonaton, és velem szembe jut a srác. És kérlek szépen, mindig hozott magá uzsonnát, ami szállodában csinálhatott magának ilyen szendvicset, és kivette a táskába uzsonnát, és ahogy kivette az uzsonnát, kiesett belőle a Népszabadság. Aha. És akkor így néztünk egymásra, én néztem a Népszabadságot, ő meg rám, és ez csak elvörösült, és azt mondta, hogy elnézést kérek. Úgy beszélt magyarul, mint te vagy én. Csak ugye, igen. Na, hát szóval ez akkoriban erre mindig számítani kellett. Uh-huh. Akkor is megvolt a módja. Igen. És utána is el tudtatok menni turnézni. El tudtunk menni, igen. Ez volt, ez lett az egésznek a lényeg. Utolsó perc. Igen. Sok keleti fellépés volt. Nyugat felé tudtatok menni? Hogyne. Hát nekünk megnyertük 83-ban a Filaki Fesztivált Ausztriában, a Requiem angol nyelvű változatával. Óriási siker volt. A ottani kiadónk, a bécsi kiadónk az hozsanázott a Kártágból, hogy ez európai zenekar, be fog futni Amerikába, minden amikor minket vinni. Meg is jelent a lemezünk. Az első lemezünk megjelent a Requiem címmel angol nyelvű nagy lemez. Az arany lemezett Ausztriába. De jó. Igen. Na de az egy olyan ütős szám. Hát a Requiem, igen, azt jobban ismerték. Minket akkor a bécsiek, az osztrákok egész Ausztriában jobban ismertek, mint Magyarországon. Nem igen. A magyarok, hanem az osztrák tudták, hogy ez a Kartágó, így kell. Igen. Tudták, hogy ki a Kartágó. Nagyon szeretik a dalt is. Az Opus zenekarral játszottunk közös turnét hosszú hónapig, akik a Life is Life, az Opus zenekar volt, mikor előttünk játszottak. Nem jobbak voltunk. Csak nekik aztán beült ez a nagy slágerük, akkor elhúztak. Nekünk meg ugye fölmerült az a kérdés, föltette a kint igazodó, hogy akkor most itt kéne maradnunk fél évig, egyfajt nem is kell hazamenni. Uh-huh. De nem tudtuk megtenni, mert haza kellett mennünk, haza kellett jönnünk, és mi hazajöttünk, azt szavaztunk egy este, uh-huh. és 4-1 arányban hazajöttünk,
és aztán innen jártunk kifelé, mert megjárt a második lemezünk is, az Oriental Dream Ausztriában. Akkor már kicsit éreztük a kiadó meg a menedzsment, mert nem volt a lelkes. Nem azért nem, mert rosszabbak voltunk, hanem macerás nem volt. Tudtak veletek igen, mit kezdeni, nem voltunk ott. Mert nem voltatok ott kész akkor, szóval amikor nekik kellett. El tudom intézni, kijöttök, megpróbál intézem. Volt, mikor azt mondta, hogy reggel hívott a menedzser, a gyerekek, este a Kim Wilde-dal kell fölépni. És akkor nem tudtam intézni. Igen, szóval ez benne volt, de volt egy Y-unk, választhattunk, hogy kimaradunk, vagy hazajönk, és mi hazajöttünk. Nem, itt se lett rosszabb, szóval nagyon örülök, hogy itthon vagyunk, és a sikerünk, és magyar zenekarként dolgozunk. Lehet, hogyha kimaradunk akkor Ausztriába, akkor lehet, hogy mi is bejárunk, azt mondhatom, mondjuk az Opus vagy bárki más. De hát ez így történt, és most már ez így alakult, és nekem ez most már megfelelő. Nekünk is. Köszönöm. Jó nyári turnékat kívánok, és jó étvágyat. Na, nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes volt Illával beszélgetni, mert egyfelől nagyon szeretem olyan szerkesztő riportereket, akik felkészülnek a alanyból, és Illa nagyon fel volt készülve belőlem, és nekem megtisztelő. Másról pedig ő szintén zenész, hiszen énekes pályafutása is van, hogy volt, és egészen másképpen látja nyilván az én életemet, az én szakmai kérdésem, egy problémáját, mint egy mondjuk egy civil riporter. Úgyhogy nagyon élvezetes volt, és nagyon sok és érdekes, jó, izgalmas témát érintettünk. Hát egy csomó kimaradt, mert 50 perc annyi fér bele, ami belefér, de szerintem amit elmondtam és amit ő kihozott belőlem, az szerintem pont jó volt. A forgatási helyszínt a Kárpátia étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizurája a Pomádé Szalonban készült. A műsor média partnere a Pécs Rádió. A műsor médiapartnere a Pécs Rádió.